kibontottam egy tavasszal idehozott trágyadombot, és tele van komposztáló gilisztákkal. Csodálatos. Itt a nyáron kukorica és dísznapraforgó volt, meg mellette ilyen cukini. Most felhordom rá ezt az érett trágyát, maradt még benne két karalábé, és letakarom szalmával, és ez így komposztálódik. Na itt van egy, hát egy majdnem érett trágya, ágyásra hordva. Itt van a halom, amit megbontok, és így, ha nézem, nem látszik semmi, benne élnek. Na, itt látszik egy alszik. Tehát ezt, ha megfogom, akkor ez egy nagyon-nagyon nedves valami, de a giliszták már átjárták, szaga már rég nincs, látszik, hogy mocskolja a kezet, de ez már tavaszra nevezhető érett trágyának. Ide is tettem, egy sort ott is cukini volt. Tehát, ha hozott friss trágyát, abba valahonnan belekerül ez a komposztáló giliszta, és utána, ha széthordod ezt, akkor belekerül a földedbe is. Ebben az ágyban ugyanúgy tök, kukorica, dísznapraforgó volt, és én úgy döntöttem, hogy nem ásom fel. Erre jött a vakond, és nekem felásta az egészet. Tehát egész végig fel van turva, egyem meg a szívét. Most mindent ne egyem meg, de drága, köszönöm. És most mindent ide lefektetek. A végén van egy fodros káposzta, ez megmarad. Itt van a dísznapraforgó. Kiették a madarak. Vettem magot belőle. És itt most a vakonturásokat mind elegyengetem, minden száraz anyagot ide lefektetek, igyekszem a, itt van még disznóparé, ennek van magja, ezt igyekszem kiszedni, ide kiteszem a szélére, és letakarom az érett, fél érett trágyával, és rájön szalma. Ez már jövőre egy felújított ágyás, mert itt nagyon-nagyon agyagos, és szinte, tehát nagyon termő, de nagyon agyagos. Szinte alig lehet benne valamit értelmeset termelni, mert ha berakod, alig tudod kiszedni. Na, köszönöm, vakond! Hordom kifele a szalmát a trágyára, és eszembe jutott, hogy többen is kérdezték, hogy honnan szerezzek szalmát, de azt mondta a gazda, hogy a szalma nem jó, mert hogy vizes és penészes, és mit tudom én. Na most én is tavasszal kértem a juhásztól egy nagy körbála szalmát, és kérdeztem tőle, ha van olyan, amit ő már nem tud felhasználni. Na miért nem tudja felhasználni? Már minimum egy éves, és a szalmát nem mindig tudják tárolni fedett helyen, így a teteje, az alja benedvesedik, és ő már nem tudja az állatoknak, vagy az állatok alá tenni. Na, mit jelent az? Kívülről szép. Tehát látszik, hogy ez a fele egyszínű, ez a fele más színű, másképp érte a nap, a víz, megváltozott a színe. Ez, ami itt van a tavasztól, valószínű, hogy ugyanazon a helyen volt. Milyen ez a szalma? Hát vizes. Miért jó nekünk a vizes szalma? Mert már nem kell beöntözni. Milyen itt a szalma? Itt a szalma penészes. Ez a fehér penész. Ez a fehér penész jó penész. Az egészet ezen a felén átszötte. Na most a penész, ugyanúgy, mint a penész az egy gomba, ugyanúgy, mint a baktérium és egyéb állatfajták segítenek
illetve ők végzik el a lebomlást a természetben. Tehát ne ijedjünk meg, ha kapunk egy nagy bála szalmát, kezdjük bontani, és látjuk, hogy vizes, hogy penészes, hogy az egér járt benne, jól megrugdosod, ha van benne egér, úgyis kijön belőle, hanem úgyis van a kertedbe. Tehát ne féljünk kérni és kitenni a földre a szalmát, ne féljünk kérni, legfenebb visszautasít. De nálunk például a juhász, nálunk úgy hívják, hogy Csobán, nehogy néz ki, ez volt az alja. Azt mondta, hogy a tavaly 10 nagy szalma bálát elégetett. Na, akkor mondtam neki, hogy hozd csak ide, és tedd ide, még van mit csinálj vele, ne szennyezd a környezetet, és ne égesd el a drága szalmát. Tehát kérjetek, és bontsátok szét, használjátok a kertben.